Sziasztok! Arra gondoltam, hogy ebben a heti vlogban megosztok veletek egy pár darab receptet is, amik nagyon egyszerű és gyors receptek, mert hogy bevallom teljesen őszintén, hogy amikor munka után hazajövök, akkor nekem nem igazán van még kedvem, nem tudom, több órán keresztül a konyhában tüsténkedni, illetve utána nem is tudom a nagy mosatlan halmot még el is mosogatni. Szóval ilyenkor kifejezetten előnyben részesítem a gyors és egyszerű recepteket. Biztos van ennél még gyorsabb is, főleg, hogyha az ember félkész vagy készételeket használ, szerintem ezzel sincs baj. Én is szoktam amúgy néha, nem tudom, zacskós leves készíteni, úgyhogy szerintem mértékkel ezek is nyugodtan beépíthetőek így a, nem tudom, a heti menübe. Viszont alapvetően jobban szeretek egy fél órát rászállni, és tényleg az nekem még a gyors kategória, viszont tudom, hogy akkor én főzök. A mai vacsoránk nem mondom, hogy kifejezetten egészséges lesz, mert hogy egy zöldséges, teljes színes tésztáról van szó, és nem tudok már beszélni se a nap végére. Viszont ezt már többször elkészítettem, volt, hogy ilyen egyedényes tésztaként készítettem el. Most egy kicsit előfőzöm a tésztát, a főzési idő, vagy hát tudjátok, mielőtt kész lenne, előtte 2 perccel lezárom és leszűröm, hogy majd utána beletegyem ebbe a tejszínes, zöldséges egyvelekbe, és ott szívja meg magát, ott nem tudom, vegye át az egésznek az ízét. Azért nem ilyen egyedényesként csinálom, mert nekem az öntött vas edényem aljára ez néha így leszokott tapadni a tészta. Hogyha így készítem, nem tudom, hogy mit rontok el, de mindegy, most nem szeretném, hogy ott kelljen állni mellette, és folyamatosan kavargatnom kelljen. Amúgy az, hogy éppen milyen zöldségeket használtok ehhez az ételhez, az teljesen attól függ, hogy mi van éppen otthon. Én most teszek bele egy kis darab pórihagymát, lilahagymát fogok mindjárt felszeletelni, brokkolit teszek majd bele, illetve tudom, hogy nem mindenki szereti az ilyen konzerv, vagy üveges, vagy fagyasztott ételeket, én teszek bele konzerv kukoricát is, illetve vettem egy ilyen fagyasztott borsórépa mixet, abból is fogok majd beletenni, és szerintem a receptet leírom majd, hogy hogy csináltam, de tényleg használjátok a fantáziátokat bátran, és nyugodtan tegyetek bele azt, ami éppen van otthon nektek. Közben megérkezett Martin is, kaptam valamit, amúgy tudom, hogy mit kaptam, és ki fogom majd nyitni, viszont csak vacsora után is meg fogom majd nektek is mutatni. Így néz ki az elkészült tejszínes zöldséges tészta. Nem mondom, hogy mekkora gurmé kaja, viszont egyszerű és finom, úgyhogy nekünk hétköznapokra tökéletes néha-néha. Nyugodtan tegyetek amúgy a tetejére akár reszelt sajtot, vagy friss, aprított petrezselymet. Én az én adagomra biztos, hogy teszek majd egy kis petrezselymet, és hát ez lesz a mai vacsoránk. A csomag kibontásánál tartok, és hát ezt meg kell fordítanom. Így de nézzetek, mit kaptam Martintól. Ugye megkaptam tőle a francés kávézót is, a Legótól, és már akkor feliratkozott ilyen VIP tagságra a Legóhoz, és nem is olyan régen kapott értesítést, hogy hamarosan elérhető lesz náluk az új Legó, amiben a 2 apartman van, és megkaptam tőle. Annyira gyönyörű időnk van ma, hogy el sem tudom mondani. Komolyan, szerintem jó párszor mondtam már nektek, hogy mennyire nem szeretem a nyarat, meg a meleget, meg hogyha tényleg izzad az ember. Viszont 26 fok van kint, egy kellemes kis szellős idővel társítva. Ratakaszt. És ez annyira kellemes, és annyira jól esik a napsütés, meg a kék ég, meg hogy tényleg olyan gyönyörű színekben pompázik minden, olyan élénk minden. Nagyon szeretem ilyenkor a természetet. Bár e fölé az én ízlésemnek nem nagyon kéne, hogy menjen már a hőmérőnek a higanyszálam. Maximum 30 fokig. De tényleg maximum, hogy akkor tényleg lehessen a szabadban strandolni, és elég meleg legyen ahhoz is. De én ezzel így kibékülnék. Ha ilyen lenne az egész nyár, egy szavam sem lenne ellene. Na, amúgy most értem haza, dolgoztam, és utána beszaladtam. Hát a beszaladtam az azért erős túlzás, egy órát elnézelődtem a DM-ben és a Rossmannban is, úgyhogy arra gondoltam, hogy bár nem túl sok újdonság van most sem, mint ahogy azt mindig elmondom ilyenkor, de azért megmutatom, hogy miket vettem, illetve ma amúgy is nem csak az időjárás miatt, hanem amúgy is egy jó napom volt, így a munkában is tök jó napom volt,
És ugye múlt héten szerdán kaptam meg a második oltásomat, és a mai nap volt az első, amikor nem fájt a fejem utána. Nem tudom, hogy ez így mennyire tudható be az időjárásnak, vagy mennyire csak az oltásnak. Hozzáteszem, hogy nekem akkor szokott fájni a fejem, amikor hideg front közeledik, most pedig erről szó sincsen már az utóbbi napokban. De még így is örülök, hogy egy kis hőemelkedéssel, meg fejfájással megúsztam, és igen, ez egy természetes reakció. Úgyhogy nekem ez ellen tényleg nincsen kifogásom. Most ki kell várnom még 14 napot, azaz jövő hét csütörtökig kell várnom, és utána érvényes úgymond a védettségem. Szeretnék amúgy elmenni egy ilyen antitest tesztet elvégeztetni, majd megkérdezem a házi orvosomat, hogyha elérem őket telefonon, mert hogy az utóbbi hónapokban szinte lehetetlenség elérni akármilyen orvosnak a rendelőjét telefonon keresztül, de nem adom fel, csak úgy kíváncsiságból szeretném tudni, hogy mégis hogy áll a dolog. Amúgy ez az antitest teszt, ez fizetős, itt legalábbis, úgy tudom, hogy mindenki számára, de hogyha nem, akkor javítsatok ki. Mindegy, kíváncsi vagyok, és tegnap amúgy már láttam, amikor mentem dolgozni, hogy az Alexnél, hogyha így mondom, akkor úgyse tudjátok, de hogy ez az Alex, ez egy ilyen... hát ilyen étteremszerűség így Zöningenben a belvárosban, és ott megyek el előtte munkába, és láttam, hogy kint vannak az asztalok meg a székek is. Komolyan egész nap arra gondoltam, hogy oké, Évi, hogyha végeztél a munkával, akkor leülsz, és megiszol egy jeges teát, vagy egy limonádét, vagy akármit, mert ugye elvileg múlt hét péntektől annyira alacsonyak a számok, az eset számok, hogy lehet menni mindenhova teszt meg időpont nélkül. Igen ám, lehet menni tényleg üzletekbe, tegnap amúgy voltam a TK Maxx-ben is, viszont étteremben nem. Étteremben még ugyanúgy kell negatív teszt eredmény, hogyha helyesek az információim, de az az igazság, hogy én ezeket nem mindig tudom követni, mert annyira gyorsan változnak. Mindegy, szeretnék ugye elmenni Martinnal étterembe, és szerintem vasárnapra foglalok is asztalt, egy ilyen kiülős, kerthelyiséges étteremben, és előtte elmegyünk, majd foglalok mind a kettőnek időpontot tesztre. Martin ugye még csak az első oltását kapta meg, úgyhogy, és az én védettségemre is úgymond még várni kell, szóval addig kötelező a teszt. Utána meg elég lesz mondjuk simán az, hogy felmutatjuk az oltási könyvünket. Azért remélem, hogy erre bevezetnek majd valami ilyen személyigazolványhoz hasonlatos kis kártyácskát, vagy valami ilyesmit, mint ami otthon is van, ez a védettségi igazolás. Csak, hogy szervezzék meg jól. Mert így az oltási könyvemet nem akarom mindig hurcolászni magammal, meg bele se fér például a pénztárcámba, de mindegy, hát már megint csak úgy fosom a szót magamból. Nézzük, hogy mit vettem. Kezdem a Rossmannnal. Ott többnyire csak tisztítószereket vettem, illetve vettem fényvédőt, minek hívják ezt, hát tudjátok. Sonnenschutz. Ezt vettem, mert a Sanozon termékekre azt hiszem, hogy 20% kedvezmény volt, és Martin is ezeket részesíti előnyben, és én is ezeket a kis spray és kiszereléseket szeretem, sokkal inkább, mint kenegetni magam mindenféle ilyen zsíros, ragacsos érzetű krémmel. Aztán ez most annyira triviális, de a mostani Dove gólyos dezodorom, amit használok, annak szürke a kupakja. És az annyira a télhez kötöm azt az illatot, nem tudom, hogy miért amúgy, hogy nem bírom elviselni magamon, úgyhogy vettem egy golyós dezodort, nagyon érdekes. Aztán a Frosch levendulás általános tisztítószerét vettem újra, mert hogy szinte minden tisztítószerünknek épp csak az alján van még valami. A Froschtól a szódabikarbonás tisztítószert is újra vettem, amit én a konyhában használok. Aztán van itt egy táv sprétezotor, ennek kíváncsi vagyok az illatára amúgy, hogy milyen. Szerintem ez ehhez még nem volt szerencsém. Hát nem ez lesz a kedvencem, maradjunk ennyiben, de elmegy amúgy egy ilyen duf neutrál, rá is van írva. Miért vettem akkor ezt? Illatsemleges. Nagyon-nagyon kicsi illata amúgy van. Bár mondjuk eddig meg sokszor az volt a bajom, hogy egy dezodornak túlságosan erős az illata, úgyhogy meglátjuk, remélem, hogy jó lesz. Aztán vettem a Dove-tól egy tusfürdőt is. Ugye szappanokat használok elsősorban, viszont valahogy így a csomagolás így megkívántatta magát, és maszkon keresztül már megszagoltam, és igen, pont egy ilyen nagyon-nagyon kellemes, frissítő illatot éreztem úgy is.
csak ugye jóval tompában, mint most. És itt van még a Frosnak a levendulás vécétisztítója, szintén Radagaszt jön nézni, mindig tudnia kell amúgy, hogy mit vettem. Illetve vettem ecsetet, ez majd egy projekthez kell, amiről majd vagy a jövő heti vlogban, vagy az utána való hetiben lesz szó. És hát macska kaját vettem, ebből vettem egy ilyen kartonnal. Jó, ez volt a Rossmanos cucc, jöhet a DMS. Vettem egy Sensodyne prosmelt fogkrémet magamnak. Aztán Balea Urás lábkrém, ugye most már tényleg erősen közeledik azt, hogy szandálokat hordjon az ember. Habár mindig úgy járok, hogy úgy vagyok vele, hogy oké, mielőtt eljön tényleg a szandál meg a papucs szezon, előtte használom a Baleának, tudjátok, ezt a lábhámlasztó zokniát. És mindig addig húzom, halasztom, hogy így elfelejtem, és már akkor is eszembe, hogy hát, hogy ezt akartam, amikor már tényleg szandált is húzhatnék. Na mindegy, nem voltam megint túlságosan előre gondoló, de vettem amúgy egy habkövet is, igen, itt is van a Baleától. Úgyhogy majd egy kicsit egy házi pedikűrködök magamnak. Illetve azon gondolkozom, hogy én ott ugye voltam már hát ilyen pedikűrösöknél, viszont nem voltam elégedett így az eredménnyel. Nem úgy csinálják meg olyan szépen, alaposan, tényleg simára csiszolják az ember lábait, mint az otthoni pedikűrösök. Viszont podológushoz gondolkozom azon, hogy elmegyek, és meglátom, hogy ő mit kezd így az esetleges kis bőrkeményedésekkel. Olyan túl sok gondom nincs amúgy a talpaimmal, szerencsére nincsenek ilyen nagy tyúkszemeim, vagy nagyon berepedezett sarkaim. Remélem, hogy ez sokatokat érdekel amúgy. De hát, hogyha ő egy kicsit így alaposabban, vápolást, vagy gondosabban végzi el így a lábápolást, mint azok a pedikűrösök, akikhez itt eddig szerencsém volt. Aztán vettem Martinnak egy fogkrémát, a WCNT-től, a DAC-tól vettem újra két ilyen kis felcuppantós korongot. Aztán van itt sima vörös lencse, elfogyott a bulgur, ezt is újra vettem. Illetve a falafelporból vettem 4 zacskóval is, mert hogy a mai vacsora is ez lesz. És amikor falafelt készítek, akkor mindig 2 zacskóval szoktam készíteni belőle, mert az öcsém is nálunk szokott vacsorázni elég gyakran, és utána a maradékot is szívesen elfogyasztja másnap. Úgyhogy ezért vettem összesen 4 zacskóval belőle, hogy ugye ma felhasználok 2-t, és hogy azért legyen itthon tartalékban is, mert ehhez elég gyakran nyúlok. Aztán itt is vettem a macskáknak kaját, ez a másik nagy kedvencük. És megint lehet kapni ezt a grill mustárt, meg ezeket a nyárra hangolódó DM Bio élelmiszereket. És megláttam, hogy van köztük egy ilyen zöld olívabogyó krém. Hát úgy voltam vele, hogyha már ennyire rákattantam az olajbogyóra az utóbbi időben, akkor kipróbálom, hogy ez így milyen. Nem tudom, nem ettem még ilyesmit, de biztos, hogy jó lehet ez. Jó, mi van még itt? Vettem egy öblítőt, mert hogy ez is fogyóban van, ez ugye a kedvenc öblítőm. Vettem egy Listerine szájvizet, ez elvileg ilyen enyhébb, úgyhogy nem csípi szét az ember arcát. Fürdőszobai tisztítószer a Meister Propertől, és ami szerintem így az egyetlen érdekes a vásárlásomból, az nem más, mint egy fényvédő arcra, méghozzá a Garniertól, aminek az a lényege, hogy ezt elvileg sminkre is fel lehet fújni. 50 faktoros UVA védelmet biztosít. Ugye az UVA van bekarikázva, nem tudom, hogy miért, akkor miért van rajta UVB, meg UVA, még egyszer, fogalmam nincs, mindegy. És valami olyasmit szerettem volna, amit hogyha nyáron sminkelek, akkor is magamra tudok utána fújni, mert hogy hiába használok én fényvédőt sminkelés előtt, azért ezt rendszeresen fel kell frissíteni és újra fel kell vinni. Eddig ilyet a La Roche-Posay-tól láttam, ha jól emlékszem, de nem vagyok benne teljesen biztos. Én pedig szerettem volna állatkísérletmentes márkát, és mivel a Garnier nem is olyan régóta már annak számít, úgyhogy megvettem és ki fogom próbálni.
meglátjuk, hogy mennyire fog beválni. Illetve, hogyha már itt van a táskám, akkor megmutatom, hogy képzeljétek el az egyik kolléganőmtől, nem tudom, hogy lehet ilyet mondani, de eddig ő az egyik kedvenc kolléganőm, és nem azért, mert hogy kaptam tőle egy szakácskönyvet, de hogy tegnap kaptam tőle egy ilyen vegetáriánus szakácskönyvet. Ő is az egyik volt kolléganőjétől kapta, úgyhogy körbejár a dolog. Ő nem vegetáriánus, viszont a vallása miatt szokott böjtölni, és olyankor szokott ő is vegetáriánus dolgokat főzni. És múltkor beszélgettünk így arról, hogy hát, hogy én mégis mit eszek így vegetáriánusként, és így mondtam neki egy-két dolgot, és most pedig meglepett ezzel a könyvvel, hogy én biztos nagyobb hasznát veszem, mint ő. Amúgy a Dépótól van, amit tudjátok, egy ilyen, hát ilyen mindenféle dekorációs elemeket felvonultató üzletlánc. Hát majd megnézem, hogy milyen lesz. Ennyi. A mai vacsora amúgy, mert most elmondom, hogyha megmutattam nektek, hogy falafelgó jó lesz mellé, burgonyapürét készítek majd. Amúgy nagyon sokszor a falafel mellé krumplifőzeléket szoktam készíteni, viszont most szeretnék egy krémes spenótot is hozzá, nem tudom, már napok óta nagyon kívánom a spenótot ilyen formában, úgyhogy ahhoz jobban passzol így a burgonyapüré, úgyhogy ez lesz majd nálunk a mai vacsi. Ez is egy nagyon-nagyon gyors és egyszerű recept. Na ez például olyasmi, amihez én is ilyen félkész terméket használok, viszont higgyétek el, hogy ez nagyon-nagyon jó, és a legeslegjobb szívvel ajánlom, tényleg próbáljátok ki, hogyha eddig még nem tettétek volna. A vacsorát azt majd később meg is mutatom nektek. Így néz ki az elkészült vacsoránk. Egyszerű, de nagyszerű. Elkezdtem a mai vacsorát, és hát ki van itt rögtön segíteni? Frida? Te vagy a kis kukta? Mindig itt kell lennie, és nézni, hogy mit csinál az ember. A mai vacsora amúgy egy saláta lesz. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, viszont nálunk gyerekkoromban a saláta az nagyjából fél évente egyszer volt, amikor, akkor is csak ilyen kiegészítő szerepet játszott, amikor például anyukám gyirost csinált, vagy nem tudom, más nem is jut eszembe. És én akkor kezdtem el igazán a salátát értékelni, amikor Németországba költöztem, mert rájöttem, hogy tényleg nagyon sokszínűen el lehet készíteni a salátát, és hogy nem csak egy tökéletes beilage köret, hanem magában főételként is megállja a helyét. Úgyhogy uborkát aprítottam, lilahagymát, most a paprika van soron, kerül majd bele újhagyma, paradicsom, és én kész salátakeveréket vettem most. Szerintem nincs ezzel semmi gond, hogyha valaki ilyet vesz, viszont többnyire én is jégsalátát szoktam vásárolni, de ahogy mondtam, most ilyen salátakeverék mix mellett döntöttem én is a boltban. Illetve, csak hogy még egy kicsit feldobjam, főztem mellé tojást, és így főtt tojásként. Bele is szoktuk tenni néha a salátába a tojást, viszont öcsém is velünk vacsorázik, és ő nem igazán szereti így benne, illetve ha beleteszi az ember, akkor már nem is néz ki olyan jól, tudjátok, kiesik a sárgája, meg ilyesmi, úgyhogy inkább majd mindenki szépen magának mellé, vagy hát így a salátára feltétként rá lehet tenni. Illetve mit csinálok még? Ja igen, brokkolit, sárgarépát és spárgát fogok a sütőben megsütni. Ezt is hozzá lehetne keverni, és akkor lehetne az embernek egy ilyen vegyes, hideg-meleg salátája. Viszont öcsém nem szereti se a brokkolit, se a spárgát, úgyhogy ezt is külön fogjuk majd így feltétként rátenni a salátára. A salátaöntetet azt most én fogom készíteni, viszont a Knorrnak vannak ezek a kis saláta dressing porai, amit simán vízzel és olajjal kell kikeverni. Mondjuk én azt is fel szoktam egy kicsit tuningolni, viszont csak hogy tudjátok, azokat én is nagyon szeretem használni, többféle ízesítésben lehet kapni. De a világ legegyszerűbb saláta dressingjét meg fogom nektek mindjárt mutatni. Nekünk ez az egyik kedvenc saláta öntetünk, illetve friss fűszerként kerül majd még a salátába friss petrezselyem és friss snidling is, úgyhogy ilyesmivel is nyugodtan fel lehet dobni, meg azt pakoltok bele, amit csak szeretnétek. Hát ehhez aztán végképp nem írok receptet, mert mindenféle zöldség belemehet a salátába, de tényleg. Került amúgy fel a sajt is a salátába, még mielőtt elfelejteném, gondoltam, megmutatom, hogy ezzel is nagyon jól fel lehet dobni. És nézzük akkor a dressinget. Pontos arányokat nem igazán tudok nektek mondani, de úgy nagyjából egy-egy arányban kerül hozzá olívaolaj, illetve fehérborecet,
és vagy víz, vagy pedig én előszeretettel szoktam használni az olajbogyónak a levét, de kapribogyólevet is használhatok, mert az is nagyon-nagyon finom és ízletes. Ez úgymond az alap, ehhez kerül só, bors, egy gereszt fokhagymát nyomok majd hozzá, és egy pár cseppet ebből a magi, hát nem tudom, ízesítőből. Ez a saláta öntet, amit mi mindannyian nagyon-nagyon-nagyon szeretünk, úgyhogy próbáljátok itt is nyugodtan. És ha már saláta öntetnél tartunk, akkor írjátok még nyugodtan kommentárban a ti kedvenc öntetetek receptjét, mert mindig szívesen kipróbálok valami újdonságot, és szeretem a különleges dressingeket is. A zöldségeket amúgy meglocsoltam egy kevés olívaolajjal, illetve sóval és borssal fűszereztem, de tetszés szerint használhattok akármilyen fűszert hozzá. Ha salátázunk, akkor nálunk nem szokott hiányozni a saláta mellől a friss kenyér, illetve az Aldiban voltam bevásárolni, és ott megláttam ezt a mediterrán kenyér névre hallgató, hát bogegyszerű akármit, úgyhogy ezt fogom majd mindjárt még a sütőben megsütni hozzá. Róla beszéltem amúgy, hát remélem, hogy annyira finom lesz, mint amennyire jól néz ki. Az én salátámról természetesen nem hiányozhat majd az olajbogyó feltétként, illetve én nagyon szeretem az ilyen salátába való magköverékeket is, de hát egyiket sem tehetem így a salátába, mert a fiúk nem rajonganak érte. A salátaöntetet amúgy mindig egy ilyen befőttes üvegben szoktam összerezni, nagyon egyszerű megoldás. Így néz ki az én vacsorám. Azt hiszem ezen a héten ez az utolsó vacsora, amit én főztem és megmutatom nektek. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű és gyors cukkinis lecsó, amihez most kaluska helyett bulgurt készítettem, meg hát Martinnak külön is, mert nem szereti a bulgurt, de ez is nagyon egyszerű és gyorsan megvan és finom is. Nem is tudom, hogy hol maradt pontosan félbe ez a vlog, de azt hiszem, hogy valahol péntek környékén, amikor megmutattam nektek az aznapi lecsó vacsoránkat, és mondtam, hogy az volt így az utolsó vacsora, amit főztem a héten, ennek pedig az az apropója, hogy szombaton ugye tegnap éjszakás voltam, és ilyenkor hétvégén hamarabb kezdődik az éjszakai műszak, úgyhogy nem főztem vacsorát, illetve ma pedig képzeljétek el, annyira jót tett így a lelkemnek, nem csak az, hogy minden finom volt, hanem hogy így végre megint el tudtunk menni étterembe enni. És tudom, hogy otthon már nyitva van minden, viszont hát itt Németországban egy kicsit más szabályok vannak még mindig életben, és múlt hét, én már nem is tudom, hogy mikortól, de nagyjából így egy hete van arra lehetőség, hogy az ember mehet megint éttermekbe. Most egyelőre csak a kinti részlegbe, habár ugye mindig attól függ éppen aktuálisan a helyzet, hogy milyen az incident, mi az magyarul? Az esetszám. Milyen az esetszám. És úgy mehetsz étterembe, hogyha van vagy igazolásod arról, hogy már oltva vagy, vagy arról, hogy átestél már a koronavíruson, és hogy ez nem régebben történt, mint 6 hónap, vagy pedig elmész teszteltetni. Úgyhogy én pont jövő héten csütörtöktől leszek védett, akkor jár le a második oltás után a 2 hetem, és utána már elég lesz így az oltásomat felmutatni. Martin még csak az első oltásán van túl, neki most lesz majd jövő héten, vagy jövő hét után a második. Úgyhogy mindenképpen el kellett mennünk teszteltetni, ezt meg is ejtettük tegnap. Úgyhogy ma kielveztük, és elmentünk itt Zúlingenben egy elég jó kis görög étterembe, és csak kint ültünk le, ha bár elvileg pont mától lehet már az éttermeknek a belső részét is kinyitni. Na mindegy, ahogy mondtam, ez tényleg elég gyorsan változik, úgyhogy ha napra kész akar lenni az ember, akkor folyamatosan kell, hogy olvassa a híreket, hát én nem szoktam így tenni, viszont azért nagyjából azért én is követem az eseményeket, hogy tudjam, hogy mikor, merre, hova lehet menni. És nagyon jól esett Martinnal megebédelni, el kell mondanom, hogy tényleg szerintem minimum egy éve nem voltunk étteremben. Remélem, hogy nem csal az emlékezetem, de szerintem tényleg egy éve minimum nem voltunk sehol így enni. És nagyon jó volt, nagyon jó volt. Amúgy a Mykonoszban voltunk, hogyha van, aki innen a környékről néz, szerintem érdemes velük tenni egy próbát. Van ugye rengeteg húsos ételük is, viszont vannak tengeri herkentyűik is, de van sima vegetáriánus és vegán ételük is a kínálatukban, úgyhogy szerintem mindenki találhat náluk valami nagyon-nagyon finomat. Most pedig szeretném még ezt a videót megszerkeszteni, de előtte még 2 dolgot szerettem volna veletek megosztani. A heti süti, mert hogy sütöttem a héten, és itt van. Az utolsó darabot mentettem meg, hogy meg tudjam még nektek mutatni.
És itt van egy macska szőrszál is, hát igen, ez nálunk megesik. Ez egy áfonyás, és ilyen kis csoki darabok is vannak benne, és ez a tetején ez ilyen morzsa lenne, viszont ez nekem sosem sikerül olyan igazán szépre. Na mindegy, ez egy áfonyás, csokis, morzsás muffin. Nagyon egyszerű a recept, de nagyon-nagyon finom lett, úgyhogy ezt is be fogom majd nektek linkelni mindenképpen. Illetve arra gondoltam, hogy ugye a héten főzött négy ételből, nem tudom, az ilyen nagyon-nagyon egyszerűket, mint a burgonyapüré, falafellel, vagy mint például a lecsó, ezeket nem írom le nektek a recepteket, mert erre mindenkinek megvan a jól bevált alapreceptje, nekem is, és hát erre aztán tényleg mindenki talál, akár az interneten is tökéletes receptet, úgyhogy igen, de a süti receptjét mindenképpen megtaláljátok majd az infoboxban. Illetve a másik dolog, amiről szerettem volna veletek beszélni, az a hajam. Amikor beköszönt a nyár, és úgy köszönt be a nyár, hogy nagyon magas páratartalommal és förtelmes, tudjátok, amikor így minden tapad a bőrödre, és nem bírod elviselni még azt sem, hogy belélegezd ezt a 92%-os páratartalmú levegőt, na akkor nekem a hajam az elkezdi a nyári életét élni, ami azt jelenti, hogy a hajam nekem olyankor így felfele áll. De tényleg, mint szörnyel a defrásznak, és így fel van bolyhosodva az egész hajam, itt szerintem egy kicsit látjátok is. Igen. És szörnyen néz ki. Nem fogom szépíteni a dolgokat, de akármit fújok rá, akármivel mosom, akár mit csinálok vele, hogyha felkötöm szófba, akkor is a kis babahajak így merüllegesen égnek állnak, tényleg katasztrofálisan tud kinézni, és nem segít rajta se hajlak, se. A Baleától vettem a múltkor, jó pár hete most már, egy ilyen kis babahaj fixáló kis sticket, és az az igazság, hogy van az az állapot, amivel ez meg tud még birkózni. Én az illatát annyira nem szeretem, nekem egy kicsit cukorkás, illetve az én hajamon hajlamos egy kicsit úgy kinézni, hogy így látod, hogy azért oda rákend valamit az ember, amit én annyira nem szeretek, de mindegy, azért van, amikor tényleg segít kordában tartani a helyzetet, viszont elértük azt a szintet, amikor már nem segít semmi, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire beszélhetek csalódásról, ami a hajvasalót illeti, de most mielőtt elmentünk, hazaestem ugye az éjszakai műszakból, ma reggel délelőtt 11-kor, és utána gyorsan kivasaltam a hajam, meg sminkeltem, mielőtt elmentünk, és már megint így néz ki, pedig a hajvasalás után tényleg tök jól nézett ki a hajam. Habár hozzáteszem, hogy maga a vasalás folyamata is kétszer annyi időbe telt, mint nem tudom, két héttel ezelőtt, amikor még nem ilyen páratartalomról beszéltünk. És nem tudom, nekem ez most egy kicsit csalódás a hajvasalóval kapcsolatosan, mert hiába tényleg gyönyörűen vasal, és pihepuha a hajam tőle, én nem ezt vártam volna. Azt hittem, hogy valahogy az majd így segít ezt az állapotot is jobban kordában tartani, de lehet, hogy tényleg annyira extrémek a körülmények, és extrém az én hajam. Meg amihez hozzájön az is, hogyha egy kicsit is megizzad a fejbőröm, akkor aztán végképp még rosszabb a helyzet. Hogy lehet, hogy ezek túl extrém körülmények, ennek a hajvasalónak is túl nagyok az elvárásaim. Minden esetre nekem ez most egy kicsit csalódás, de hát ez van. Hogyha esetleg nektek is megvan ez a stempod, mondja mindenki, ahogy akarja, akkor írjátok meg nyugodtan, hogy nektek mennyire vált be, vagy esetleg mennyire nem. Ahogy mondtam, nekem eddig nagyon bevált, csak így most szembesülök azzal, hogy lehet, hogy így az az egyenesség, amit elérek vele, nem olyan tartós bizonyos körülmények között, de jó van az úgy. Majdnem elfelejtettem, hogy még szerettem volna nektek megmutatni a Legót is, ugyanis elkezdtem felépíteni, nem sok időm volt eddig rá, úgyhogy még itt tartok. Viszont egyrészt nem is bánom, hogy még csak itt tartok, mert szeretném minél tovább nyújtani, és minél hosszabban élvezni így a felépítését. Én sose gondoltam volna, nekem gyerekkoromban nem volt legom, nem voltak ilyen jellegű játékaink sajnos, és nem gondoltam volna, hogy ez ennyire élvezetes lehet, de abszolút élem ezt a legózást, úgyhogy Chandler és Joey már az apartmanjukban a kedvenc foteljeikben várják, hogy felépítsem teljesen a lakásukat, és utána jön majd Mónikáék apartmanja. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, találkozunk jövő héten, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!